A Google Shoppingról szóló sorozatunk előző részében arról beszéltünk, hogyan lehet a Google Sheet, Google táblázatok és egy Google Sheet kiegészítő segítségével megoldani a Merchant Center felé létrehozható feed kezelését és frissítését. Ennek egy érdekes pontja az volt, amikor pusztán az uralek felsorolásával ez az Eddon képes volt a weboldal kódjából betölteni bizonyos termék jellemzőket. Többen kérdeztétek, hogy ez hogyan lehetséges, hogyan működik, ezért ebben a videóban bemutatom nektek, mi is az a schema.org, és hogyan jelenik meg ez a weboldalakban nem túl technikai módon. A schema.org az egy olyan szabvány tulajdonképpen, amit a nagyobb kereső készítői a Google, Microsoft, a Yahoo és a Yandex hoztak közösen létre, még pedig annak érdekében, hogy a weboldalakon elérhető különböző információkat valamilyen egységes formában tudják kiolvasni ezekből a weboldalakból, hogy aztán többek között a kereső találati listákban ezt meg tudják jeleníteni számos adattípusra, számos weboldaltípusra, számos iparágra létezik ilyen standard leírás, aminek a segítségével a fejlesztők meg tudják mondani ügyesen, egységes formában ezeknek a keresőmotoroknak, hogy pontosan miről is szól az adott oldal. Erről a schema.org nevű oldalon találnak, találtok egy komolyabb leírást. Itt, hogyha egy nagyon picit belekukkantunk, akkor lehet látni, hogy eseményekről, különböző egészségügyi dolgokról, személyekről, helyekről, és ami számunkra nagyon fontos, termékekről is át tudunk adni rengeteg információt. Ez a rengeteg információ, hogyha megnézzük, számos olyan tételt tartalmaz, amit a Merchant Center Feed felépítésekor már használtunk. Ugye, itt van például a terméknek ugye a márkaneve, a kategóriája, a színe, itt van az a bizonyos Global Trade Item Number, ami esetünkben jellemzően ugye az EAN13-as, vonalkód, aztán ha tovább megyünk, akkor itt meg tudjuk nézni, hogy itt van ugye egy például egy MPN szám, termékazonosító, cikkszám, és a többi, és a többi. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok olyan információt be tudunk tenni a weboldalunkba egy külön kis részre, vagy meg tudjuk jelölni a weboldalunknak különböző elemeit, hogy ott találhatóak a terméknek a különböző jellemzői attribútumai. Hogy ezt pontosan hogyan kell elhelyezni az oldalba, arra most külön nem fog kitérni, mert alapvetően azért itt most nem fejlesztőknek szól ez a videó, és nem a, a fejlesztői dokumentációt akarom átnézni. Ennek ellenére azért mutatnék egy picit ijesztőbb részt. Itt az egyik ilyen demo webáruháznak a, a forráskódjában gyorsan kijelöltem, hogy pontosan hova is kerülnek be ebben az esetben a termékinformációk. Hát hogyha erre ránézünk, ez biztosan, Kellően ijesztő, de hogyha valaki egy icipicit picit belekukkant néhány szövegrészbe, akkor talán már láthat benne ismerős részeket. De akiknek ez nem ismerős, azoknak egy külön online eszköz segítségével picit formázottabbá tettem ezt az előző kódot. Hát valljuk be, azért ez még mindig közelebb áll a brokkoli krémleveshez, mint a csirkepörkölthöz. Ennek ellenére, azért, hogyha itt is egy picit jobban belekukkantunk, akkor lehet látni, hogy a weboldalban megtalálható ebben az adatstruktúrában a termékadat. A termékadaton belül például ott van ugye a termékadatlapnak az URL-je, a terméknek a neve, a leírása, a cikk száma, az ára, és még sok-sok-sok olyan információ, amit a Merchant Centernek szeretnénk átadni. És akkor ez lesz tulajdonképpen az a picike kis varázslat, amit az a bizonyos Google Sheet add-on föl tud használni, és ráadásul nem csak azért, hogy mindjárt még egy pár szót ejtek, ráadásul ezt nem muszáj pont ebben a formában megnéznünk, ugyanis a Google-nek van egy külön eszköze, ez ugye gyakorlatilag a Google Structured Data Testing túl, ahová elegendő megadni bármelyik webáruház termék adatlapnak az url vagy gyakorlatilag nem csak webáruházaknak, hanem bármilyen weboldalnak az url és ez meg fogja nekünk mutatni, hogy a letöltött forráskódban milyen ilyen schema.org jelöléseket talált, és ott esetleg láta -e benne hibát. Itt most betöltöttem az előző termékadatlapot, és azt a bizonyos, hát nem túl szép kódot, amit itt láttatok, ezt nekünk átültette egy sokkal sokkal értelmezhető formátumba. Itt, hogyha megnézitek, akkor lehet látni, hogy ezen az oldalon a termékadaton kívül Review adatok is látódnak, illetve ez a bizonyos Bradcam list, amiből ha kell, akkor például a keresőt le tudják generálni a, az oldalon található kategórialistát a találati listához, ami nekünk most itt fontosabb az a termékadatok, ez az előbbi néhány kód, amit mutattam, az itt egy kicsit olvasmányosabb formában jelenik meg, és gyakorlatilag ezek azok az információk, amiket ki tud olvasni ez a Google Sheet Addon a weboldalból, és föl tudja tölteni a megfelelő oszlopokat a megfelelő adatokkal. Itt lehet látni, hogy egy picit panaszkodik is, mert ebben a weboldal kódban nem jelenik meg a Global Trade Item Number, illetve a Manufacturer Product Number, hogyha esetleg azt helyette használni szeretnénk. Ugye erre nem lett külön fölkészítve ez a webáruház, de hogyha ezt is tartalmazná ez a schema.org jelölés, akkor gyakorlatilag ezt is be tudná nekünk frissíteni. Különböző kész webáruház motorok ezt különböző fejlettségi szinten támogatják. Itt most, amit mutatok nektek, az egy WordPress alapú WooCommerce rendszer, amit ki tud köpni magából automatán, de nagy valószínűséggel az OpenCart, vagy akár a bérelt rendszerek közül a Shopify vagy a ShopRenter nagy valószínűséggel hasonló képességekkel már most is rendelkezik, vagy ha nem, akkor nagy valószínűséggel már dolgoznak azon, hogy ezeket a schema.org jelöléseket minél magasabb szintre vigyék, és hogy ha ez megvan, akkor ezzel nem csak ezt a Google Sheet tudjuk jobban meghajtani adatokkal, hanem ez lesz az a nagy varázslat, ami segít majd nekünk abban, hogy a már betöltött feedünkben az árakat és az elérhetőséget is be tudja frissíteni automatikusan a Google anélkül, hogy ehhez a feedet be kéne frissítenie. Ugye ez akkor el problémás, amikor például egy karácsonyi vagy egy Black Friday szezonban intenzíven változhat a termékeknek az ára, az elérhetősége. Ugye a karácsonyi szezonban, hogyha elfogy egy termék és azt gyorsan le kell venni egy hirdetésből, akkor ott a Google Shopping hirdetésekből is adott esetben gyorsan ki kell kapcsolni hogy ne kelljen feltétlenül naponta többször kézzel befrissíteni itt a termékadatokat, ezért arra is lehetőségünk van, hogy a Google Merchant Centernek a saját botja ezeket a változásokat észrevegye és befrissítse a weboldal kódjából ezekkel a schema.org jelölésekkel. Ez semmi másra nincsen szükség, mint hogyha beléptek egy Merchant Center fiókba, akkor itt jobb föl a pöty pöty kattintva lesz egy Automatic Item Updates nevű menüpontunk. Ez alapból egyébként be lesz kapcsolva a legtöbb ilyen Merchant Center fiókban. Ennek a segítségével az ár és az elérhetőség, vagy pedig mind a két attribútum automatikusan be tud frissülni a weboldalnak a schema.org jelöléseiből. Ezt tehát Merchant Center szempontjából mindenképpen egy hasznos kiegészítője a weboldalak kódjának, és hát persze nem utolsó sorban nagy valószínűséggel a különböző technikai SEO-s részeket is ügyesen meg tudja hajtani, hogyha szerepel az oldalban, úgyhogy ezeknek a schema.org jelöléseknek a minél gazdagabb és részletesebb beépítései webáruházba azt gondolom, hogy ma már igen-igen fontos. Ezt szerettem volna nektek megmutatni a mai videóból, találkozunk nem sokára a következő shoppingos videóval, addig is mindenkinek szép napot kívánok, sziasztok!